Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Mai adásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is drámai történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Toaru Hikushi Enno. A Toaru Hikushi Enno műfaj tekintve az akció, a dráma és a fantasy kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször Inumura Koroku tollából jelent meg, aki 2008 és 2011 között összesen két széria formájában 6 kötetként publikálta a light novelt, még 2009 és 2015 között ismét két széria formájában 8 kötetként a mangát. Ám legvégezetül maga az anime is debütált, és 2011 és 2014 között összesen egy 100 perces film, valamint egy 13 részes sorozat formájában Toshimasa Suzuki és Shishido Jun rendezők, valamint Inotsume Shinichi és Okutera Satoko forgatókönyvírók által került megjelenítésre. Történetünk egy részben a mágia által is lakott világ két különböző, de kevésbé eltérő végét mutatja be, ahol az emberiségre jellemző konfliktusok, érzelmek és tragédiák is állandóan jelen vannak. Ilyen módon a háborúk, az éhínség és az egyes társadalmi rétegek közötti eltérések is az élet részét képezik. Ám még ezen világban is vannak olyan emberek, akik a repülésről és a vele járó szabadságról álmodnak, hogy szárnyaik segítségével minél messzebbre juthassanak el, eddig még nem látott tájakra. Azonban bármerre is repülnek, a világot minduntalan egyformának találják, és időközben új társaik révén maguk is rájönnek, hogy a leginkább számukra felfedezetlen tájak mélyen a szívük legmélyén rejtőzik, messze az emberek harcaitól, de közel saját vívódásukhoz. Összességében egy jó képi és hangvilágú történet együttest kaptunk, amely tele volt látványos harcjeletekkel, szép tájképekkel és igazán hatásos, drámai elemekkel is. Talán a sorozat túldramatizáltságát lehetne megemlíteni, mint kevésbé erős pontot, ellenben a film az egyik legjobb alkotás volt, amibe valaha is belebotlottam. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Toaru Hikushi Enno egy 10/8-as alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!